Szép estét kívánok mindenkinek! Rafaj Dénes vagyok Székelykeresztúrról, újból jelentkezek a YouTube csatornámon. Ma 13. a kedd van, és este veszem fel ezt az adást úgy, hogy reggel kerül adásba. Úgyhogy mindenkinek csodás napkezdést kívánok, csodás napot, vidám napot. Úgyhogy a következő témám az, miért válik az ember szenvedélybeteggé. Hát ez szocializáció, tehát milyen környezetben nő fel az ember, amit hozunk otthonról, azok a minták, van egy genetikai hajlam, tehát most például az alkoholról beszélek, tehát az alkoholfüggőségét felelős gén, azt kimutatták, tehát azért van egy felelős gén, ami azért felel. Tehát azok az emberek, akik észreveszik a környezetükben ezt a problémát, azok nagyon tudatosan és nagyon oda kell figyelnek, hogy ne essenek abba a hibába, mint az elődeik. De most csak ez az alkohol. És akkor mennék tovább, például itt a kisvárosomban is észrevettem ezeket, tehát én most a... nem mindenkiről beszélek, hanem egy úgymond egy átlagról, tehát az nagyon nyomon követhető, hogy ez így működik. De azt is hozzá kell tennem, hogy tisztelet a kivétel. Na, hát akkor mennék tovább, igen, ezt elmondtam. Tehát a szeretet hiány is nagy mértékben hozzájárul ehhez, tehát ezek mind pótcselekvések, és az ember úgy gondolja, hogy nem szeretik őt eléggé. És ezért történnek ezek a dolgok, amik valójában úgy gondolja, hogy ezekben a szenvedélyeiben, káros szenvedélyeiben találja meg a boldogságot. Tehát én most magamról beszélek, tehát kamaszkorom óta valójában én menekültem a problémák elől, tehát körülbelül olyan 34-35 éves koromig menekültem, nem vállaltam fel magam, nem voltam őszinte magamhoz, úgymond nem mertem kimondani dolgokat, lapítottam, és nem mertem face to face a másik szemébe megmondani azokat a dolgokat, amik úgymond bántottak. Ugye ezt is javasolják, hogy az ember őszintén mondja el a problémáját a másiknak azonnal, és arra történjen egy azonnali reakció. És akkor meg lehet beszélni a problémákat, tehát ne legyen két cíny, úgymond az ember, hogy amikor ott van az ember egymással szembe, akkor minden szép és happy, és mikor elmegy, akkor utána vissza a land dolgokat, hogy amik nem helyén valók. Tehát akkor miért nem egyszerűbb dolog elmondani ott, és megbeszélni a dolgokat. Persze, hogy ez, hogyha úgy gondolja a másik személy, hogy ez igazság, és az valójában, amit beszéltem is itt az igazságnak a kimondásáról, az nagyon fájdalmas dolog, és úgy gondolják az emberek, hogy ez probléma, közben ez volna a valóság, és ezen kéne ők változtassanak, csak mivel a változás az nagyon nehéz, ezért úgy gondolják, hogy inkább így oldják meg, hogy a szűk környezetükben pletykálkodással oldják meg a problémát, ahelyett, hogy változtatnának ezen a tulajdonságaikon. Akkor mennék tovább. Igen, tehát én egész életemben iskolát, munkahelyet én mindig úgy választottam, mindig valami elő menekültem. Tehát innen is, mikor kikerültem Csúgor, az is egy menekülés volt, itt mikor hazakerültem, munkahelyek, stb. Tömkelege, az is minden menekülés volt. Tehát egyszerűen, amikor én egyik videómban beszéltem a függőségeimről, tehát abban ezek játszottak szerepet benne, hogy az ember mikor bejut a pókergép elé, vagy mikor az italba folytotta a bánatát, vagy bármi másról beszélhetünk, akkor az mind azért történt, mert valami nem volt rendjén az életében. Tehát én is egy nagyon érzelemdús ember vagyok, szeretetre vágyom, és úgy gondoltam, hogy a környezetemtől nem kapom meg azt, a szűk környezetemtől. És akkor persze az ember olyan emberek társaságát keresi, ahol úgymond boldog, hogyha még nem is úgy történtek a dolgok, hogy azok várhatók lettek volna, de valójában boldogságát megkapta, mert
azokkal lehet, hogy ott jó beszélgetések tudtak történni, olyan dolgoknak hobbi tevékenységre tudott élni, amik számára azt az igényt kielégítették, és ez boldoggá tette őt. Igen, és akkor ezért mondtam, hogy az embernek tornyosulnak a problémák az életében, tehát kezdődnek az apró gondok, azokat, hogyha nem oldják meg, rakódnak le a másik gondok, és addig, hogyha ezeket a problémákat apró lépésekben nem oldja meg, akkor odáig tornyosulnak, hogy egyszerűen összeomlik az ember. Persze mindenki más, van, akinek az idegrendszere jobban bírja, az többet elbír, akinek az idegrendszere gyengébb, az egyszerűen összeomlik, mert nem bírja el ezt a terhet. Ezért kellene apró lépésekben megoldani minden problémát, hogyha valakinek valakivel valami baja van, azt mondja el neki, akkor ott történjen egy válaszreakció. Tehát én a saját történetemről tudok mesélni. És amióta ezeket a gátlásokat levetkeztem magamról, hogy őszintén beszélgettem, és megtörténtek a válaszreakciók is, úgyhogy most úgy gondolom, hogy a helyére kerültek a dolgok. Úgyhogy az előző videómban is beszéltem, hogy ez körülbelül egy olyan 2 éves folyamat volt, úgyhogy megjártam a mennyet és a poklot is. De hát az ember mindig a saját kárán tanul. Tehát az elcsépelt szöveg, hogy más kárán jó tanulni, hát ez szép és jó így elmondva, de sajnos az igaz, hogy az ember meg kell tapasztalja azokat a rossz, negatív dolgokat az életében. Hiába mondják a jó barátok, szűk családi környezet, hogy mi volna a helyes, ameddig én például nem tapasztaltam meg, hogy nekem mi volna a jó, mi volna a helyes, addig sajnos nem tudtam építeni magamat. És mivel ezeken a problémákon túlléptem, megtörténtek azok a nehézségek, amik voltak, akkor ezen túl már úgy gondolom, hogy ezeket a hibákat már nem fogom elkövetni. Persze emberből vagyok, jó és rossz tulajdonságokkal, történhetnek még ebben változások, de úgy gondolom, hogy annyira megerősödtem, hogy próbálom tartani ezt az irányt. Ugye jegyzeteltem is egy picit, készültem erre az adásra, nem terveztem egy hosszú adást, úgyhogy még rátekintek, hogy itt még miket írtam fel. Hát igen, hogy ezeket a problémákat ezekkel a pótcselekvésekkel kezelik az emberek, ugye, mert ezek mind pótcselekvések. És nem szabad tűrni. Tehát én egész életemben tűrtem, sok mindent nem mondtam ki, nem szabad tűrjön az ember. Mert egyszerűen összeroppannak az idegei, akinek olyan labilis az idegrendszere, mint nekem. És ugye vannak olyanok, akik ezt elbírják, ez egyén válogassa. Igen, tehát nagyon tudatosan kell tervezni, mert az otthoni minták azok rányomják bélyegüket az egész életünkre. Tehát az otthonról hozott minták, azok befolyásolják az életünket, és általában, hogyha megfigyelem én is az életemet, azért egy férfi is, és egy nő is, az nagyjából, hogyha nem változtat tudatosan az életén, akkor ugyanazokat a családi mintákat hozza, mint amik voltak a családjában. Tehát ugyanannak a nő is, mint az anyja, a férfi is, mint az apja. Ez egy nagyon tudatos munka, nagyon, nagyon tudatos építkezés ahhoz, hogy ezen tudjon változtatni. Ezt elég egyszerűen nyomon lehet követni. Mindenkinek ajánlom, hogy figyeljen egy kicsit a önmagára, és akkor meg fogja látni, hogy ez így működik. Tehát tudatos lépésekkel, apró lépésekkel kell az ember építkezzen, mert hanem azokat a mintákat, hagyományokat, sémákat, azokat viszi tovább az életbe. Tehát ezeket ahhoz, hogy levetkőzze, ahhoz nagyon nagy munkára van szükség nap mint nap, és mindig a megújulásra. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtekintették ezt a kis videót, hát 10 perces, körülbelül ennyire is terveztem. Úgyhogy
reggel kerül adásba, tehát akkor csodás napot kívánok mindenkinek, érezze jó magát, és az idővel kapcsolatban nem lesz valami derűs, de hát mindenki találja meg számára a megfelelő elfoglaltságot, munka után a kikapcsolódást, és mindenkinek kívánok egy csodás napot, és az elkövetkezendő hétre is egy csodás hetet. Hát köszönöm szépen, hogy nézik ezeket a videókat, köszönöm szépen azoknak a feliratkozóknak is, akik feliratkoztak eddig, és akik megtekintették ezeket a videókat, és akkor akinek úgy gondolja, az ott a feliratkozás, ott a csengő, azt ott be lehet jelölni. Hát ez mindenkinek az egyéni döntése, úgyhogy ezek engemet motiválnak és boldogságot okoznak, úgyhogy ezeket én ezért csinálom, tehát ebből nekem jövedelmem nincsen, úgyhogy egyelőre nem is tervezek ebből én profitot, úgyhogy el is búcsúznék, és viszont látásra, viszont hallásra, mindenkinek minden jót kívánok, Rafaj Dénes voltam, Székelykeresztúron.